Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy szerelmi kapcsolat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirada részére. Kedves Mirada, üdvözöllek téged. Szeretnéd tudni, hogyan tovább. Te szeretsz valakit, ő is szeret téged, de nagy a távolság, ő külföldön él. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, mi a terve, hogyan tovább, hogy viselkedj vele szemben. Mielőtt kezdeném a jóslást, valamit szeretnék mondani a horoszkópodat illetően, mert én úgy gondolom, ez fontos lehet számodra. Én az indiai számítás szerint néztem ezt meg, és ez szerint a te Vénusz bolygód és Szaturnusz bolygó is a Szkorpión jegyében van. Vénusz bolygó utal a nőiességedre, kihat a párkapcsolat területére, és szeptembertől 2022 márciusáig itt mozog a lefele mozgó hold csomó Kétú, és kihat a szerelmi élet területére. Eléri majd a Vénusz bolygódat. És ami a párkapcsolatot illeti, ott van nálad ilyen kármikus téma, mert a te horoszkópodban a felfele mozgó hold csomó Ráhu az a mérleg jegyében van, és a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. Ez a Ráhu, az egy kiút, egy életút, amit a te sorsod kiválasztott, de még nem ismer. Ez fog tükröződni a szerelmi élet területén, és ez, amit át fogsz élni a következő másfél évben. És most nézzük meg ezt a jóslást. Itt bal oldalon ez a kép mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Valamit ki kell, hogy egyensúlyozzon. Ami a középpontban áll, azt mutatják az érmék. Azok lehetnek pénzügyi dolgok, vagy az ő hivatása, de ami az érméket még jelenti, az a belső érték. És ezt szeretné kiegyensúlyozni. Ha te ezt tudod számára nyújtani, és mutatod azt, hogy ő értékes számodra, akkor megvan benne ez a belső egyensúly. De ha te megsérted őt, és ő bizonytalanná válik, akkor elveszíti a talajt a lába alól. Itt döntések lesznek attól függően, hogy ő ezt hogy éli át. És itt te is játszol egy szerepet. Most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Ugyanúgy, mint nála, nálad is az érmék látható. Az érmék jelentik az anyagiakat, de a belső értékeket is, azon kívül a biztonság érzetét. Erre neki is szüksége van, erre neked is szükséged van. Nála a kettes szám uralkodik, ami egy párkapcsolatra utal, az azt jelenti, hogy rajtad kívül itt nincs más nő a háttérben. Nálad a négyes szám uralkodik, és ez mutatja azt, mennyire fontos számodra a biztonság érzete. De ahogy a képen látható ennél a hölgynél, megpróbálja ő ezt megtartani, és emiatt nem mennek előre a dolgok, mert fél attól, hogy elveszít valamit. Itt érezhető a félelem nálad. Most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, és mi az ő terve. Ez a kép mutatja az ő gondolatait, terveit,
és látható egy szerelmes pár, az arra utal, ő szerelmes beléd. És ennek ő tudatában van, és ő ezt a párkapcsolatot szeretné élni. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya kihat az ő érzelmeire. Ez a fiatal férfi tartja a kezében ezt az arany érmet, ami a föld elemére utal. Tehát ő nem csak álmodozik, hanem ő szeretné ezt a párkapcsolatot élni, mert a föld eleme mutatja a reális dolgokat. Ennél az arany éremnél értékekről van szó, nem csak anyagiakról, hanem a belső értékekről. Ha te őt értékeled, akkor biztos lehetsz abban, hogy hamarosan lesz köztetek egy tartós párkapcsolat, viszont ha te megsérted őt, nem értékeled, akkor ugyanúgy, mint az első képen, egy lábon, és ott nincs meg ez a tartás, ez a belső egyensúly. És most megnézzük a következő kártyát. Ez a kép mutatja a te gondolataidat, terveidet, vagy egy témát, amiről el kellene gondolkoznod. A hatos szám a múltra utal, a gyermekek is mutatják ezeket a gyermekkori emlékeket. A szép emlékeket meg kell őrizni, és az, ami elszomorít bennünket, ott nem kell megállni, hanem éljük a jelent. Amit én érzek ennél a kártyánál, hogy szükséged van a biztonság érzetére, az, amit te ismersz, ahol kiismered magadat, azt szeretnéd megtartani, és ha valami új dologról van szó, akkor félsz ettől a kezdettől. Vannak gyermekkori témák is. Mert ezen a kártyán a gyermekek nem csak a gyermekkort jelentik, hanem egy új kezdetet. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ez a kártya jobb oldalon, itt alul mutatja a te érzelmeidet. Ez lehet ez a férfi, és félsz attól, hogy nehézségek lesznek, nem tudja megoldani azt, hogy Magyarországon éljen, és emiatt visszahúzódik. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, ez mutathatja a te tartásodat, vagy azt, amitől te félsz. Először is jelent egy új kezdetet, erre utal a 10-es szám, egy új ciklus kezdődik. De mint ahogy ez a férfi mutatja, sok mindent meg kell oldani. Ezek lehetnek nehézségek, korlátozások is, és nincs erőd, nincs meg ez a belső erő ahhoz, hogy te ehhez igent mondj. Ha én ezt a képet nézem, nekem mindig egy tolvaj jut eszembe, az is lehet, hogy félsz attól, hogy elveszíted őt. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt felül középen ez a kártya mutatja azt, hogy mit fog tenni a te lelki társad. Az biztos, hogy ő szeret téged. Az is biztos, hogy ő szeretné ezt a párkapcsolatot élni. De ez a kártya utal a félelmekre. Fél attól, hogy nemet mondasz, fél attól, hogy elveszít téged. Ez itt egy tolvaj, és utal ezekre a gondolatokra, félelmekre is, de mivel itt a tettekről van szó, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba, és ez a tolvaj elveszi ezt, természetesen utalhat arra, hogy most korlátozások vannak a koronavírus miatt, és nem tud úgy utazni, ahogy tervezte, ahogy ő ezt szeretné, mert ez az utazás elmarad.
És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal arra, hogy mi fog megvalósulni. Ő kezébe veszi a dolgokat, hoz döntéseket, és jönni fog. Vannak még nehézségek, félelmek, az látható a háttérben, ezt mutatja ez a szürke felhő, de ő bátor, és irányítani fogja a dolgokat. Ez a kard arra utal, hogy döntéseket hoz, hogy átteszi magát a félelmeken, és most megnézzük a következő kártyát. Itt, ezen a helyen azt jelenti ez a kártya, hogy mi a jövő, hogy tudjátok ti ezt tervezni. Itt látható ez a királynő. Te vagy ez a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, ami utal az érzelmekre. Számodra ezt azt közli, ne az eszedre hallgass, hanem a szívedre, az érzelmeidre. És most megtekintjük a következő kártyát. A felül látható királynő is arra utalt, hogy te hozol döntéseket. Ő jönni fog, ő meglátogat téged, ő nyitott erre a párkapcsolatra, de te hozod a végső döntést. És itt alul, ahol ez a három kehely látható, ez jelenti ezt a könnyűséget. Ne siessd el a dolgokat, hanem hagyd az, hogy minden úgy magától történjen. És ha ő téged meglátogatott, és szép ez a párkapcsolat, akkor félelmek nélkül beléphetsz ebbe a kapcsolatba. Persze arra is kell gondolnod, hogy ne játszd el ezt a szerelmi kapcsolatot. Mert egy ideig tűr mindent, aztán ha ez sok, akkor visszahúzódik. Amire ez a hármas szám és a kelyhek utalnak, hogy ti szeretitek egymást, és ha te ezzel egyet értesz, akkor itt van egy közös út, egy lelki kapcsolat. És most jön egy lelki üzenet. Te elvarázsolod őt a léteddel. Ez egy gyönyörű kisugárzás. Ez a te fellépésed. És ez volt a lelki üzenet, ez volt ez a videó felvétel. Kedves Miradá, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!